Köszöntöm a kedves nézőket a Várva Kft. Aktuális feladatairól. Egy kicsit az elmúlt hónapokról, jelenről, meg jövőről is váltunk most szót itt áttérben Mótyán Krisztián ügyvezetővel. Köszöntöm ügyvezető úr önt is, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást. Köszöntöm és köszönöm a meghívást. Kanyarodjunk vissza még a nyári intézmény felújításokhoz, hiszen általában a nyár ennek a szezonja. Milyen képet mutat ez a nyár ilyen szempontból? Mennyit sikerült elvégezni? Mit sikerült elvégezni? Minden, amit beterveztünk, azt sikerült elvégezni. Ugye volt egy kicsit elhúzódó, de azt tudtuk, hogy el fog húzódni a Pesti úti óvodának a pincében lévő tornateremnek a felújítása. Ugye ennek ezt amiatt kellett elhúzni, hogy egy nagyon nedves fal volt, és ki kellett, hogy száradjon jó rész, de ezt is a szeptember folyamán befejeztük még. Úgyhogy amikor kérte a vezető óvónő, hogy az ősszel már birtokba tudják venni, addigra elkészültünk vele. Arról is szó volt annó, hogy reményei szerint a közintézmények hőszigetelése kapcsán októberre elvileg végeznek a födémekkel. Gyakorlatilag? Gyakorlatilag is végeztünk. Így van, ugye erre az évre kettő nagyobb feladat maradt hátra. Egyrészt ugye a Balcsy-Zsilinszky térnél lévő idősek otthonának a födémének a hőszigetelése. Ezt még meg tudtuk csinálni a nyári meleg előtt. És ami elmaradt, az a önkormányzat épületének a födém hőszigetelése. Ugye ez több mint 2000 négyzetméter volt, második meg harmadik emelet fölötti szintekről volt szó. Ez nagy feladat volt, de sikerült megoldani ezt is, és már jött is a visszajelzés, hogy lényeges a jobb az épületnek a hőtartása. A későbbiek folyamán a költségvetésről, a tervezett költségvetésről van még szólunk, de egy kicsit az ideiről. Arról volt szó évelején, hogy a felújítások egy kicsit háttérbe szorulnak ebben az évben. Ez mennyire érhető tette most már így a gyakorlatban? A betervezett lakásfelújításokat azokat végeztünk, azokat el tudtuk végezni. Az, amit szerettünk volna, az a evangélikus bazársornak a felújítása, az idén sajnos nem fér bele. Jövő évre ismét tervezünk vele. Jövőre ez akkor ismét terv? Ismét erről terv. Már beszélgettünk egy-két éve. Így van. Hát ez már sajnos a Covid óta húzódik, mindig valami oknál fogva forrás hiány miatt nem valósult meg. Jövőre ismét betervezzük, és bízunk benne, hogy el tudjuk végezni ezt a felújítási munkát is. És ha már felújítás, bérlakás felújítás. Így van, idénre kettő lakást fejeztünk be a felújítások közül. Ez mit akar? A műszaki tartalma ez? Teljes felújítás. Teljes felújítás. Ez a Rákóczi út a szembe lévő, végével szembe lévő, patika is volt mellette. A fölötti lakásnak a felújítása volt soron. Ugye ezek régen, ezek századforduló után épült lakások, valamikor a 60-as, 70-es években újították fel utoljára. Ezeknek a teljes korszerűsítése, tehát olyan szinten, hogy az összes gépészeti vezeték, új fűtési rendszer, új villamos rendszer, új burkolatok, álmennyezet, hőszigetelés. Hát ez szinte új lakás. Szinte új lakás, így van. Új konyhabútorok, új fürdőszoba. Ezek valósultak meg, és a harmadik lakás, ugye, ami még hátra volt, az meg most van pályáztatás alatt. Továbbra is folyamatos-e a piaci asztaloknak a cseréje? Itt nem egy, meg nem kettő asztalról van szó, nyilvánvalóan egyszerre nem tudják az összeset, meg nem is lehetne, gyakorlati szempontból sem lehetne mindet elvinni. Gondolom kettesével, hármasával? Hármasával cserégetjük őket, ugye mindig elviszi a vállalkozó, helyette hoz ugye három felújítottat, ugye legyártattunk először háromat újat, és így a piaci árusítás az nem sérül, és ezt észre se lehet venni egyébként, aki nem tudja, hogy ki vannak cserélve. Az eddigiek, az eddigi munkák, azok megelégedésre adnak okot? Persze, természetesen. Gréder beszerzésről beszéltünk, ami fontos és nagyon kellett, és megtörtént. Hasznos? Abszolút hasznos. Működik? Akár most is? Igen, működik. Ha jól tudom, most épp az Ugyerbe dolgozik kint. Beszéljünk a patkanyesésről, az úgynevezett patkanyesésről, és annak tapasztalatairól. Milyen feladatot ró ez önökre? Milyen a visszhang? Ugye ez egy hiánypótló munka, azt mondjam, ezt már nagyon régóta el kellett volna végezni. Ez arról szól, hogy azoknál az aszfaltos utcáknál, ahol az árok és az aszfalt között a patka felhízik, ugye magasabbá válik a patka, vagy az ott lévő füves terület, mint maga az árok, vagy egyáltalán a laposabb rész, ugye az visszatartja a vizet az út burkolaton. Ez nyáron nem is akkora probléma, azon kívül, hogy fölcsapják az autók sokszor a házakra, vagy az ott járók előkre, de ez főleg téli, meg tavaszi időszakokban, amikor olvadás van, meg hol van, meg hol fagy van, hol nincs fagy, hogy ez az ott fönnmaradó víz, az aszfalt szélén fönnmaradó víz be tud szivárogni a burkolat alá, és tönkreteszi mind az aszfaltot, mind az alépítményt, ennek eredményeképpen pedig kátyúsodik a maga az útfelület.
ez egy olyan feladat, amit muszáj elvégezni. Van olyan lakó, aki üdvözli egyébként, mert tudja, mi a hozadéka ennek. Van, aki egy kicsit fájlalja, hiszen egy szép gyepterület általa szépnek tartott, vagy szép gyepterület kerül megnyesésre. Hogy ezek a patkák egyébként rövid időn belül vissza fognak füvesedni, hiszen olyan természet, hogy visszaveszi magának, viszont a víz legalább lefolyik róla. Most az van tervevéve, hogy jövő évben ugyanígy folytatni fogjuk ezeket a munkákat, hiszen rengeteg olyan utca van még Cegléden, ahol alfő van hízva a patka, és ez nagyon fontos az útnak, az élettartalmának a megnövelése céljában. Rengeteg utcát említett, akkor gyakorlatilag ez városszerte tapasztalható probléma? Így van, így van. Ugye nagyon sokáig nem volt vele foglalkozva. Amikor ugye új útfelújítás van, vagy burkolatfelújítás van, ott már ezt a város automatikusan csinálja azoknál az utcáknál. Ahol kell egyébként is nem megfelelő szélessége az aszfaltburkolat, úgy nem megfelelő kétirányú forgalomra, tehát mi nem érje a 4 méteres szélességet, ott pedig nemes patkát is teszünk, hogy meg tudjuk óvni az útnak a szélét, hogy ne tudjon letöredezni. Időben és anyagiakban ez mekkora terhet ró a Várva Kft. Ebben az évben úgy nagyjából 2,5 hónapot töltött el vele a Várva Kft.-nek az erre szakosodott brigádja. Hát ez 8-10 millió forintos költségvonzata van. Egy jövőre ez folytatódni. Egy jövőre folytatódni fog, így van. Parkolásról, parkolókról, parkolási díjakról, bérletesekről, napi díjról. Egy érdekes tapasztalatot szűrtünk le. Vagy óradíjról, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ebben az évben, hiszen ugye évelején megemelésre kerültek a parkolási díjak, viszont a bérletnek a díjai azok nem ugyanolyan arányba kerültek emelésre. Ennek eredményeképpen, részben ennek az eredményeképpen megnövekedtek a bérleteseink száma. Azért mondom, hogy részben ennek az eredményeképpen, mert amikor a Covid időszak alatt ugye jó pár hónapig ingyenes volt a parkolás, akkor nagyon sokan megszokták, vagy hozzászoktak ahhoz, hogy a munkájukhoz közel parkolnak, és szerintünk ennek a hatása is az, hogy ott megszokták azt, hogy bent parkolnak, és megszokták a jót, és így váltottak bérletre. Ugye kicsit eltolta ezt az arányt egyébként, szóval sok a bérletesünk. Akár még ez továbbiakban is követheti ilyen tendenciát? Lehetséges, ezt nem tudjuk előre. Ez majd ki fog derülni egyébként az év végén, vagy jövő év elején, hogy növekszik a bérletes állomány. A karácsonyi, az ünnepi díszkivilágítás kapcsán lesz-e változás? Mi lesz, hogyan lesz, mit tapasztalhatunk? És akkor, ha már itt tartunk, akkor a város karácsonyfájáról is váltsunk szót. Hozzáteszem, kedden délelőtt beszélgetünk, és a kedves nézők ezt a műsort szerdán láthatják. Mondom ezt azért, mert a város karácsonyfa szempontjából ez a mai nap. Így van, Ami jelentős és fontos. Kezdjük akkor ezzel. Jó. Most a Budai útról kaptunk egy nagyon szép, egy gyönyörű fát. Az kerül mostan, ugye már fölállításra került ezekben a percekben, és ugye a mai nap, illetve így akkor keddi napon ugye föl is kerülnek rá a díszvilágítások, majd ugye a művelődési ház fogja feldíszíteni ténylegesen meg arra szép pompás fára, ami szokott lenni minden évben. A díszvilágítás az marad ugyanaz, mint ami tavaly volt, tehát mindenhol ugyanúgy a közintézményeken, az egyházi intézményeken, ugye a templomokon megtörténik a díszvilágítás. Köszönjük is egyébként az egyházaknak, hogy ez hozzájárulnak, hiszen ami kikerülnek a templomokra, díszvilágítások, azoknak a fenntartása az a templomnak a büdzséjét terheli. A villanyszámla az ott oda megy. Az ott oda megy, igen. Ugye ezek azért korszerű LED-világítások, azok megmaradtak. Idén új elemet nem tervezünk, hogy beteszünk, ugyanolyan pompába fog ragyogni a város, mint minden évben szokott ragyogni. Tavaly sem volt csúnya. Nem ám. Akkor azt hiszem, hogy ezzel a témák végére is értünk. Köszönöm szépen, hogy nálunk járt. Köszönöm szépen.